Jó napot, jó estét, az szerint, hogy mikor néznek bennünket, és hogy milyen eszközön néznek bennünket. Egy nagyon vidám időszakot kínálok fel, egy nagyon vidám fél órát, mert Kati eldöntötte, hogy itt most a Ludas Matyi fog megjelenni körül. Mátyás formában. Ludas Mátyás, igen, mindjárt úgy kezdem, hogy elcseszem az elejét, bocsánat. Tehát, hogy az történt, hogy a Ludas Mátyás megjelent újra. Ez a megjelenési, az első példánynak a termék megjelenítéssel, amit én most foganatosítok, mert egyébként azóta már újabbak is vannak, újabb számok is vannak, és ebből az alkalomból Majláth Mikes Lászlót és Krenner István grafikust, humoristát és grafikust, karikaturistát hívtuk meg, és annyira örültem, hogy én speciál megvettem saját zsebemből, tehát nekem ez nem tisztelet példány, hanem van otthon. Mely egy előfizető számít. De kérdeznek valamit, mielőtt erre rátérünk, hogy hova tűnt a vicc ebből az országból? Hát itt volt egy időszak, amikor ontottuk a vicceket. Igen. Egymásnak nincs ma vicc. Igen, nincs. Ugye? A szocializmusban volt sok, minden nap egyet tudtunk elmondani. De akkor nem féltünk ennyire. De hogy is nem, az a Rákosi korszakban hát, is voltak viccek. Szerintem most egy kicsit ilyen apatikus. Megvan, ne keresd, megvan, ott van rá. Már az újságban van egy vicc kuda című sorozat, és ez tele van nagyon jó viccekkel, amelyet vannak zsidó viccek, az egy két-három oldalon keresztül, régi zsidó viccek. Ebben a televízióban ez... annak van keletje. Igen. Egyébként minden vicc zsidó vicc, nem Magyarországon? Hát 2000 zsidó bolyong a világban vicc, és azokat variálják, cserélgetik, skóci viccet csinálnak belőle, vagy székely viccet, stb. Mert Habölet megjelent Nagy Imre szerkesztőségében 5000 vicc, 5 kötettel megjelent, 5 kötetben. Úgyhogy tényleg abban minden benne, ami létezik. A régi Ludas Matyiban milyen volt az élet? Hát... Én 80-ban kerültem oda, az Árkus féle Ludas Matyiban, a Tabi Lászlónál külsőztem, ami nem volt egy egyszerű történet, de kitartó voltam, és nem csüggettem, ezért bekerültem. Nagyon szerettük egymást, megmondom őszintén, tehát ilyen nevek voltak, hogy Sajdik Ferenc, Balázs Piri Balázs. Sajdik Ferenc 93 éves, és szellemileg, testileg teljesen épp. Nem tudtam utolérni, amikor szaladt. Tényleg, előttem ment gyorsan, és mondom, Feri, már várjál meg engemet. Szerintem akkor megpróbálhatjuk becsatlakozni. Szóval Mikes György, a Laci papája, a világ legjobb főszerkesztő helyettese volt. Nagyjavi. Én egyszer felléptem vele szilveszteri műsorban. Sokat léptek föl. Szóval ennek a apámon dolgozott, és először nem hírattam oda, mert ott volt a papa is, de aztán kiharcoltam. És aztán én akkor kerültem oda, amikor már új Ludas lett a Ludas Matyi, mert amikor a rendszerváltásnál megváltozott a Árkusféle csapat, az átjött, csinált egy KFT-t, és az lett az új Ludas. Az egy másik, de még ne de az is egy Árkusos Ludas volt. Árkusos volt. Szóval visszatérve az Árkusra, hogy milyen az élet, milyen volt az élet a Ludas Matyinál, a 80-as években, miután a rendszerváltás előtt voltunk, és hihetetlen bátor volt, bár volt bennünk egy önkontroll, de bátrak voltunk, ezért az Árkusorkor elment egy pártiskolára. Mondjuk el, hogy miért ment, de elmondom. Volt egy kirakat a címlapon, augusztus 20-ai ünnepel kirakat, de akkor voltak áremelések. Nemzeti ünnep. És akkor egy ember ott áll és átírta az árakat, hogy 450 helyett 550. És oda volt írva, hogy éjjel augusztus 20, és átírta, hogy éjjel augusztus 26-50. Erre én emlékszem. Az a helyzet, hogy erre én emlékszem. Ezért ment az Árkus 3 hétre pártiskolába, ahol TSZ elnökök került a padba, és hallgatták. És ki költi oda a pártiskolába? Hát a Agit proposztálja, aki a Telek szomszédja volt a Jóskának, Lakatos. Lakatos apó, aki mi már tudjuk, hogy mi persze, ki volt a Lakatos apó. Hát nekem nagyon sok sztorim van, mert én sokszor meglátogattam az Árkus Tahiba, ott volt a nyaralója, neki is, meg az apó elvtársnak is. És hát összejártak rendületlenül, de ugyanakkor az Árkus még kapott
leszúrást a parabola miatt is, mert azt azért most ilyen nem kitekintés ez, de a Ludas Matyi főszerkesztője szerkesztette a parabolát is. Egy olyan ember volt a főnöke, hogy úgy hívták, hogy Krudinák Alajos. Na most mindazoknak, akik esetleg később születtek, és fogalmuk sincs, hogy kiről beszéltünk, hogy megemlítjük gyorsan, hogy az Árkus egy legendás, Árkus József egy legendás újságíró volt, aki egyszerre volt nagyon jó iróniával felszerelve, és nagyon élénk politikai érzékkel. És a Parabola az egy nagyon jó tévéműsor volt, amin nemzetközi kitekintéssel lehetett viháncolni mindenféle bel- és külpolitikai, ilyen áthallásos külpolitika, de Magyarországra vonatkoztatott típusú viccelődések voltak. Néha voltak benne félmesztelen nők is, azért sokan voltak ezért. Szilveszterkor van, a szuperbóla volt. Igen. És mesztelen nők voltak benne. És mesztelen nők voltak benne. És a Tollasbált is ő szerkesztette az újságíróbálnak alapján. És akkor volt minden évben egy újságíróbál, ezt is elmondjuk azoknak, akik most még sohasem láttak ilyet Pistával minden évben. Pistával kapcsolatban ő rajzolja a legjobb nőket, bombacsájukat egész Magyarországon, ő tudja a legjobban. Nem. És volt egy... Nem emlékszem sem. Volt egy politikai határozott a 70-es években, hogy engedélyezték, hogy mellbimbót rajzoljanak a nőknek. Addig nem szabad. Addig letemperázták. Hogyha volt véletlen, oda kanyarították, akkor letemperázták. Gyakorlatilag egy egész generáció nőtt fel, úgyhogy amikor először levetköztetett egy nőt, nem tudtam, mi az a két gomb. Azt szeretném mondani, hogy közelítünk ehhez újra. Tehát, hogy az a fajta új szemérem, amit mostanában megpróbálnak elterjeszteni, de ez egyébként az Egyesült Államokra és a Trump érára érvényes volt, mint Magyarországra, az szerintem hamarosan elő lehet venni azt a temperát, ami megszünteti a mellbimbókat. Lehet, hogy bevezetik a nem átlátszó fóliát. Aha. A könyvekre egyébként azt nagyon jól lehet alkalmazni, a nem átlátszó fóliát. Közben mennek mögöttünk az új rajzok, ugye? Ezek szabad azok, sajtót, szabad sajtót. Ez kétszer van Vejt Béla? Igen, mert egy dupla V-t és egy B-t látok logónak, úgyhogy az ő lesz. Menjen a Krenner rajzok is. Krenner rajzokat keresünk, igen. Mert ha már, akkor visszatérve az Árkusra még egy pillanatra, azért az Árkus az nagyon jó író is volt, nagyon jó főnök volt, 4,5 perces értekezleteket tartott. Igen. Ő volt az ideges, hogyha már úristen, már 4,60 másodpercnél tartunk, és akkor kirohan mindenki. Szóval nagyon jó volt, de azért ő írt egy olyan Izaura paródiát, amit a Gálvölgyivel adtak elő, amiért majdnem megölték őket az országban, végig kergették őket az országon, mert az volt az első olyan sorozat, amit komolyan vett a nép. Aki hát addig összeadtak nem pénzt az Izaurának. Persze. Én csináltam riportot arról, hát a Budai Skála áruháznál, hogy fel szeretnék szabadítani Izaurát. Igen. Nekem mondták el az emberek, hogy gyűjtést szerveznek. Igen. Nagyon. Őrület. Izaura egyébként most láttam valami Pletyka újságban, hogy baromi jól néz ki még mindig. Még mindig. Hát olyan hát jobban néz ki, mint akkor. Szabadítva már. Nem, akkor is nagyon csini volt. Csomó vicc volt akkor, volt egy ilyen, oda mennek Izaurához, hogy szabad, aztán nem, még rabszolga vagyok. Azt akartam kérdezni, hogy azt olvastam, hogy illetve megbeszélni, hogy te jogot végeztél. Igen, jogász vagyok, és utána elhelyezkedtem a tűzoltóságnak. Ez egy még egy kicsit érdekesebb, még a jogászság. És a tűzoltó egyenruhám is volt, és úgyhogy most tűzoltó tiszt vagyok, százados vagyok papíron. De tüzet még nem láttam soha. De egyenruhád volt? Volt, de csak november 7-én. Sisakod is minden? November 7-én kell fölvennem, meg április 4-én. Milyen volt apukád fiának lenni? Milyen volt a nagy Mikes György, aki nem volt magas, de nagy volt? Hát nagyon jó volt, ugye mindenet tőle örököltem, a humoromat, a történelmi tudásomat, irodalmi tudásomat. Inkább a nagyapámra hasonlítok, de van, aki a hangom, azt mondták mindenki, hogy a hangom majd nagyon hasonlított az apámére. Úgyhogy ő minden nap hozta az anekdotákat, a vicceket, ahogy te hiányoltad a vicceket, akkor ugye voltak. Úgyhogy az érdekes volt, hogy ő ellenezte, hogy én újságíró vagy humorista legyek. Azért, mert azt mondta, hogy van 10-15-20 híres újságíró vagy humorista, és abban nem kerülsz bele, akkor egy nagyon nyomorult életed lesz. És ott egy picit bekerültem, egy ilyen 5%-a szerencsére.
Szerintem sokkal többre, mint 5%-ra, és Krenner előzményekről is hallatok valamit, csak azért, mert hogy amikor megpróbáltam felkészülni rá, képzeld el, akkor véletlenül azt írtam be, hogy Krenner György. És azzal kezdődik, hogy született 1900-ban. Mondom, de jól tarthatja magát, hogy 123 évesen jön. Aztán utána kicsit javítottam, hogy de hiszen én nem őt keresztem. Autodidakta grafikus, és nekem az apám, mivel fogász volt, az nagyon szerette volna, hogy én szintén, hogy legalább tanuljam meg, meg minden, és kiderült, hogy kézügyességem van. Tehát igen. Jól fogászettem olyannyira, hogy a Kútvölgyi Kórházba, ahova csak 10 év gyakorlata vettek fel embereket a fogászatra, a fogtechnikára, engem fölvettek azonnal. Mert megtanultad? Mert megtanultam. Engem érdekelt is, hát az egy gyönyörű dolog mintázni a fogakat, visszaadni, stb. Viaszból, utána porcelánból. Mi fog csinálni? És mennyivel jobban fizet, mint a grafikusság az időnként? Nem, nagyon érdekes ez az egész, mert apámnak ez volt az egyetlen egy dilemmája. Úristen, fiam, de te itt bedolgoztad magad a Kútvölgyibe, hogy mi lesz veled a Ludas Matyiba. Akkor ugye volt 5000 forint, vagy 4500 forint fizetése volt, és kiderült, hogy a Ludas az egy olyan háttériparra rendelkezik, a Ludas évkönyvtől, a minden hónapban megjelen Ludas magazin, nyári örömök, ilyen kiadvány, olyan kiadvány, és mivel kevesen voltunk az országban karikaturisták, egyáltalán nem voltunk irigyekel, sőt, én a Sajdiktól rengeteg munkát kaptam, aki azt mondta, hogy oda somfordált az asztalomhoz a Ferike, és azt mondta, Pista, csináld meg, és így odatolta egy reklámot. Nem beszélj már annyit, azt akarom elmondani, a Ludas Matyi 70-es években 600 ezer példányban jelent meg. 700! Gyakorlatilag te is tudod, egy ország olvasta a Ludas Matyi. Jucika, emlékeztetek? Pusztai Pálnak a három rajzból csinált egy gyönyörű humoros rögtön. És még, és szexi volt a Jucika, soha semmi nem volt, ha én vastag bokája volt minden, de egy nagyon szexi. Romániában ki volt tiltva a Ludas pornográf újság címen. Tényleg? Tényleg. Azt hittem, hogy ez most itt nekünk. Nem poén, tényleg így volt. Szóval jól kerestetek, ez volt az összegzés, ugye? Hogy, igen. Egyáltalán nem volt rosszabb. Az apám megdöbbent, hoztak egy Ludas évkönyvére, akkoriban a 80-as években, sose felejtem, és hozzájuk vitték a pénzt, már oda voltam bejelentve, pedig már akkor nős voltam. 72.000 forintot kaptam egy Ludas évkönyvére. Majd, hogy nem vettél egy autót rajta, hát, nem? Hát képzeld el, hát 80.000 forint volt egy Zsiguli. Azaz, hát erre gondoltam. Én a tűzoltóságnál nagyon fizetést kaptam, mint a Ludasnál. Fele annyira mentem el a tűzoltóságtól. Belücsőzte attólig, most is. Akkor azért jól fizettek engem. Figyelj, és nem nincs ilyen tartalékos fizetésed? Tehát, hogy ez nem maradt meg? Nincsen most. Sőt, katonai nyugdíjat nem adják oda? Átették a tűzoltóság tiszti fokozatom, az érvényes a honvédséghez is. Én, mint katona voltam, leszereltem honvédként, és most meg már honvéd százados is vagyok, de hát... Hát azért az nem sem. Egyszer voltam egy honvédségnél, aligán volt egy cenzorképző, katonai cenzorképző. Déli Ancsi volt a parancsnokunk a században. Hát nagyon komoly lehetett. És azt tanultuk, hogy ki kell húzni a cikkből, ami államtitok. Most adtak egy cikket, én mindent kihúztam bele. Mikes Eftás, ez nagyon jó, csak a névelők maradtak meg a felkiáltók. Mikes Eftás a legjobb cenzor a földkerekségen. Azt is olvastam, hogy neked van egy kis dinamikája a kedélyednek, és ebből könyvet is írtál. Igen. Hát mondjuk, hogy bipoláris vagyok, ez a modern szó, van ez egy magyar szó is, de azt mondjuk a bipoláris. Igen, írtam egy depressziós humorista feljegyzéseit, ugye ez egy érdekes ellentét, hogy depressziós humorista. De most a humoristák között te is tudod, annyi depressziós van, mint senki már. Rengeteg, és síralomház volt. Ott ültek a szerkesztőségek, és néma csendben, és komolyan ültek. Hát volt egy pár csak egy, nem tudom, ismétek, Art Buchwald, egy amerikai híres humorista, depressziós, öngyilkos. Bakfel Siegfried, öngyilkos. Bizony. Jézus Márián. Bizony. Darva Szilárd, öngyilkos. Úgyhogy a humoristák, nem csak a mosonők, hanem a humoristák is korán halnak. Hát a apám nemzedik, ugye a Somogyi Pál, Ősz Ferenc, Sós András,
Árkus József mind 60 év körül haltak meg. De hogy szegény Jóska, az mondjuk nem telt el, az nem azért, mert depressziós volt, hát imádta az életet és a Bedecsévát, hanem azért, hogy mert agytumorja volt. Igen, hát olyan volt, mint az életcsászára. Én vittem el orvoshoz. Életcsászára volt. De gyógyszerrel ez működik, nem? Mármint a depresszió. Igen, most már kitárták azokat a gyógyszereket, mert 4-5 szerek, ami most itt szinten tartanak, tehát nem vagyok. Se depresszió, se nagyon feldobod. De mikor fönt vagy, akkor viszont pöröksz. Akkor pörög, de most ez szabályozó. De most be van állítva. Most be van állítva. Ha pörögzök, akkor ötszörnyit beszélni. A problémát, nem én vagyok bipoláris. És jó kiegyenlítettnek lenni? Tehát, hogy az jobb vagy jobb, amikor mániás fázisban hát pöröksz? Akkor évezem, de utána tudom, hogy hülyeséget csinál az ember. Igen. Dúspilázzal, tényleg. Én nem vettem észre rajtad. Én csak azt vettem észre, amikor telefonáltam neked. De akkor az Erzsi azt mondta, hogy még nem. És akkor tudtam, hogy várni kell egy pár hónapot. Hát akkor nem veszem fel a telefont, úgyhogy nem is. Utálom a kompjútert, nem ülök le írni hónapokon keresztül. Hát ez nem engedheted meg magadnak. Beszéljünk az újról. Hogy hittetek abba, hogy fel lehet támasztani Ludas Mátyás címen a Ludas Matyit? Nem hittünk, de most már szeptemberi szám és kész, negyedik szám, úgyhogy és jó. Fogy az újság? Fogy. Most hallottuk, mert itt van mellettetek a szerkesztőség, hogy a 16 ezerbe elment az első szám, ami ez egy döbbenet volt, mert még reklámja is volt. A második számot már nem reklámoztuk annyira, csak a Facebookon, és az is elment. Mennyiben, Laci? 6 ezer valamennyiben. Igen, 11 ezerből, hát több, mint a fele elment. Az egy őrült jó arány. Másképp kell ma dolgozni bele? Hát az egy modernizált dolog már az 30 évvel. Jó, hát a technikai része, de tartalmi. Tartan. Hagy mondjam el a szerzőket, én mindig írom, mert te elmondjál a karikaturistákat. Olyan nagy nevek is vannak, mint Parti Nagy Lajos, a Klubrádióban a meséki, emlékszettek a meséket írtam? Aha, igen, igen. Kukorelli Endre, Odze György, Pápai Gábor Galanci, is. Hát a rajzolók, az rajzoló. A Pápai Gábor a Népszavában, aki minden nap rajzol. Igen, így van. A Trunkó, a Sajdik Ferenc, a Trunkó, bocsánat, az író. Tunko Barnabás, ezt megemeltem. Nógrádi Gábor. Nógrádi Gábor. Módos. Igen. Jó, a neves szerzők is vannak, és gyülekeznek, mint ahogy és Mikes György is ír bele. Mikes György, minden számban van egy Mikes György cikké. Nem én protezsáltam, hanem ez a régi Ludas emlékére mindig van egy Mikes György cikk is. Ja, hogy az édesapától? Igen. De Rejtő Jenőtiről is írtam benne, ő mutatja be. Ez annyira édes, hogy Lacikának hívja, hallod? Igen, nem Lacikának. Lacika. Ő a Lacika. Én vagyok, olyan fiatal vagyok, mert ő 75 éve, én csak 73. A Gyuri meg a Mikes, az is nagyon kedveltem, és mindig azt mondta, hogy ő Müller. Tudod, az újpesti Müllerek közül van. Várjál, az volt a poén, amikor kórházba feküdtem, oda jött hozzám egy elegáns úr, és maga az erdélyi Mikesek közül támadik, vagy a felvidéki Mikesek közül. Mondtam, hogy én a újpesti Müllerek közül támadik. De ez benne van a könyvedben. Benne van, igen, a feljegyzés. És a karikaturisták kicsodák? A karikaturisták az örökrendelen kívül, hát kiket azon, lehet látni. A Sajdik Feri, aki 93 éves, és a világ legkedvesebb ember, és világ legkedvesebb és legtehetségesebb ember. Fantasztikus, hát ő egy igazi iskolát. Tehát mindent megkapott, kiváló, Kossuth-díjas, prima primissimás, tehát meg is ér, senki nem érdekel, egyedül a Kaján. Uh-huh. A Kaján de akkor mérhető, más. Igen, a Kajánhoz fogható. Igen, na most a Kaján vezette be azt, hogy a Ludasban azért szöveges viccek voltak, tehát képaláírással, stb. A Kaján az ugye többször összeveszett a Tabival, a végén eljött. Mert politikai rajzokat is kellett csinálni. Tényleg Tabi László neve is elhangozott. Igen, Árkus előtt volt a Tabi László a főnök. Igen. És a Kaján annyira zseni volt, nekem, én a Sajdik Ferit és a Kaján tartom a tanítómesterek, mert úgy látszik nem hallgattam rájuk, de annyira zseni volt a Kaján, hogy ő csak szöveg nélküli vicceket csinált. Ott szöveges vicc nem volt, és mindent elmondott. Utána úgy tükörné voltam, hogy akkor a zseniális. Vasárnapi hírekben, stb.
Tudom, hogy én rajzoltam neki a 83 éves születésnapjára egy nagyon szép rajzot, avval köszöntöttük föl az, a vasárnapi hírekbe, de sokáig az Új Tükörben volt. Akkor volt egy olyan újság, hogy Képes Hét. Ki emlékszik rá? Én. Na, meg a nézők közül azok, akik nem velünk egy előtt idősen születtek. Így van. Hogy mondjam, akkor Sajniktól a fiatalabbaknak Pompom meséi. Pompom, hát persze. Nagy hohohorgát. Azt viszont, hogy mondjam, a pompom és a hohohorgász, ezek így mennek generációról generációra. És azt mondom, hogy Sajdika tudja. Persze. És egy generáció nőtt fel a Sajdikon. Nekem is volt ilyen Micu a Csodakandúr című képszegény sorozatom, ami megjelent. És de hát a fele annyit nem adtak el belőle, mint a Sajdik könyvekből. És még könyvet is kaptam a Feritől, amit nem tudott megcsinálni, így kerültem be a Móra kiadóba. De most nem rólam van szó, mondom a többi embereket. Na mondjanak, akkor karikatúra. Van a Halász Géza, aki a karikatúra szakosztálynak az elnöke, nem tudom, hogy ismeritek-e. Nem. Mindegy. Újfajta módon. Tehát ő nem is annyira rajzol, mint a mémezik. Tehát kialakult egy mesterséges intelligenciával dolgozik, vagy mi az egyik is tudja. Igen, de például a mesterséges intelligencia tud rajzolni, nem karikatúrát, grafikát tud rajzolni. Most azzal meg lehet illusztrálni egy humoreszket. Uh-huh. Akkor nem kell neki rajzolni a Halász Gézát. De jó, de ezért. Azok ki van még? Békési Gyó? Békési Gyó. Rák Béla. Akkor várjat a Pápai Gábort, ne felejtsetek, aki a művészeti. Már én emlegettem. Az első címlapot ő rajzolta, a másikat Tonio, az ilyen portré karikaturista, és a harmadikat még Sajdi. És a negyedik lesz, ami lesz, az bizonyos Krenner István, nem ismerem, nagyon de, nagy. És itt is van ilyen szerkesztőségi élet, mint van, régen, hát összeültök. Van. Most van, hetente most itt van. Azért is örülök, mert ugye az volt, hogy beküldöm e-mailbe a cikkem, mert soha nem találkozom a kollégákkal. Így meg most hetente van értekezet, és akkor megdomáljuk, hogy mi legyen, hogy legyen. És kitalálunk közös témákat is, ami a Ludas Matyinál is mindig volt, hogy Csikos Nagy Béla, az árhivatal elnöke, megkérdezte munkatársaikat, minek az árát emelnék fel a legjobban, érted? És akkor erre mindenki írt valamit, az írók írtak egy mondatot, az anyádnak a izét, és én megrajzoltam. De olyan régi dolgokról beszélünk, te, hogy igen, tudom, 70 évesen árhivatal volt, is. Az mi is volt tabu téma akkor, és mi most? Én megmondom, mi volt tabu téma, nekem mondták. Egyik a párt vezető szerepe, a másik pedig a szovjet hadsereg itt léte. És volt ezen még kívül egy. A 80-as években mindent meg lehetett. Nem, volt a kábítószer. Azt nagyon nem szeretik. Most a ezek közül a Szovjetunió továbbra is tabu téma. Hát, Oroszország legalábbis tabu téma, igen. Nem szabad ilyen róla beszélni. Hát én most írtam egy a van most tabu cikken téma? Csak kérdezem. Szerintem. Szóval én azt veszem észre, hogyha lehozok egy rajzot az Orbán Viktorról a Facebook oldalamon, akkor az azok a megrögzött lájkolók, akik szeretik a Krennert, nem mindegyik meri lájkolni. Uh-huh. Ennyit veszek észre. Csak annyit szeretnék, hogy lehet, hogy szeretik az Orbán Viktort és téged is. Tehát, hogy vannak ilyen futcsák. Vannak ilyen csodás ember. Azt nem most írtam egy, bocsánat, hogy idézem a mostani dolgokkal kapcsolatban. Itt volt Erdogan török elnök, augusztus 20-án, meg itt voltak ilyen kirgizek, meg tatárok, meg ilyen vezetők is, és akkor örülök írtam, hogy a Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, Hátasztán, meg Magyarisztán, ezeknek a küldöttel jöttek, és a nem jóléti országokat képviselték, ahol az van, a családi pótlék, az nem adja az állam, hanem be kell fizetni az államnak. Tehát minél több gyereked van, annál többet kell befizetni az államnak. Jó. Ennek a kipcsákok is. A Kim Jong-il, most térne ide körülbelül a Kim Jong-il onnan Koreában. Vonatta. Unom már a Kim Jong-unt. Azt nálunk a rádióban Kim Jong 2-nek mondta egyszer egy gyanútlan. Három már. Hát az azt írt a Kim Jong, írt, olvasta a Kim Jong 2-nek. Ja, az a kettő, mert volt Kim Il-sen, utána Kim Jong. Az bal szélsé volt a Kim Jong-i kettő. Majd a Kim Jong-un van. Hát még lesz egy 5-6. Mennyit dolgoztok egy nap? Hát ez változó. Attól, hogy mi jut az ember. Én majdnem minden nap, mert én még ráadásul rajzolok a fülesbe is. Na de hova lehet rajzolni hát egyáltalán? Ez az, hogy nagyon kevés a megjelenési lehetőség. Nagyon kevés a megjelenési lehetőség. Én sokáig voltam a
lökösféle, a lökös kezdte a vasárnap, illetve hétfőirek, utána a vasárnapirek, utána Ács Gyuri lett a főszerkesztő Avar Jánossal együtt. Avarral. És ott én beltag voltam, sőt, tulajdonos is voltam. Beltag, mind a hétfőirek? Nem, a vasárnapirek. A hétfőirek az még a rendszerváltás előtt volt. Igen. Mindegy. Szóval ott az is megszűnt, egy nagy, nem minden tudom megszűnt. Ilyen, Hát mi is tudunk mesélni, hogy minden szűnt meg. Három újságot szüntetett meg az Orbán Viktor a fejem fölött. Hármat? Kurír. Hát a Ludas Matyi is tulajdonképpen ő miatt szűnt meg. Hát a Kurír az effektíve. Ahogy a Fidesz hatalomra került 98-ban, rögtön megszüntetett a Kurír. Rögtön megszűnt a Kurír. És ott volt egy... A Kurír felszűnt, Gábor volt a főszerkesztő. Ott volt egy Elefánt nevű viclap, amit a Földes Péter csinálta, Földes Péter, Krenner István, Malmár. Én Rálman csinált. Ők voltak a főszerkesztők, én voltam az alszerkesztő. De később mentem oda. De jó pénzért, Lacika. Jó pénzért, Lacika. A Földes Péter nincs ebben benne, ha jól értem. Földes Péter nem ért. Szóval Földes Péter, még most voltam nem Balaton lelén, a kutya születésnapján, 7 éves volt a kiskutya, bulldozer, Dózi magyarul, és a Péter azt mondta, hogy ő nem ért egyet ezzel a mostani Ludas Matyival, hogy... Teljes rejtén. Nem, azt mondta, hogy túl apolitikus, és hogy itt egy radikális újságot kéne csinálni, olyan, amilyen az Elefánt volt, a szombatonkénti Kurír melléklet, aminek olyan szakmai sikere volt, de most ne beszéljünk róla, mert most ezért vagyunk itt. Jó, én csak azt akarom kérdezni, hogy az egyébként, hogy ebben nincsen politika, azért az túlzás. Nem, ez van, a címlap nem hát arra szól. Mondjuk Varga Ferenc József, ismerjétek ez a híres stand-up. Van benne politika. Annyira szeretjük Varga Ferenc Józsefet, hogy itt is volt. Itt is volt. Na. Mi meg itt is vagyunk. Most te, emeljük a... Most szoktam fel... Aradi is volt itt. Igen. Emeljük a... De azért nem egy politikai, Laci, de azért azt mondjuk meg őszintén, hogy az embereknek, nagyon sok embernek már teli van a hócipője a politikai. Hócipő nem, hócipő, tömény politika. Van még egy lap, látod? Igen, látom, igen. Az tömény politika. Az tömény. Ja, és akkor ezért ez a piacnak azt a részét akarja. Ezért a címlapot is egy kicsit megszólták, hogy attól féltek, hogy úristen. Ez pápai, nem? Igen. Már megy a Gyurcsány, meg a Orbán van rajta, de aztán belül semmi ilyen nem... Belül nincs semmi. Ez zseniális egyébként, ez nagyon jó ötlet, hogy együtt szorongatják a nyakát. Ez nagy boldogság nektek, hogy ez létrejött, nem? Hát igen. Igen, Ludas Matyi, igen. Szóval... Még említsük meg a rajzolóknál, a Népszabadságban rajzoltak minden nap a Brenner György, először utána Leócki. És ott volt egy Mészáros András nevű állandó karikaturista, és nem hát tudom, hogy még annó, Krisztus előtt volt. A Ludas Matyiba is rajzolt. Sőt, a Kádárt és a Losonczy Pált, meg ezeket az államelnököket mindig a Mészárossal rajzoltatták. Ez lehet, de a Brennernek volt a leginkább ilyen publicisztikai karikatúra vénája, tehát ott nagyon kellett a szöveg is. Igen, bizony. Szinte jellegtelenek, felismerhetőek voltak a figurák, de igen, nem az de, volt de a lényeg. De tulajdonképpen megállt a vonalét rajz nélkül is. Abszolút, a szövege. Nem Népszövetség, mert minden. Zseniális minden volt a Gyurka. Mi van a Népszabadsággal, te már olyan égból olvastam. És mi van a Rádiókabaréval? Hát ahonnan majd... neked a Karinti gyűrűd van, nem? Hát régen, amikor Farkasádi volt a főnök, akkor én nagyon favorizálva voltam, akkor kaptam a Karinti gyűrűt. Mint szintén racsoló. Mint racsoló. A Selmeci az hadar. A Farkasádi racsoló. Én meg dadogni is szoktam. A K ezt és nem... a T bet, most nem, mert most föl vagyok izgatva. A K és a T betűt, az néha azon, így mondom ki, de a rádióban, a kabaréban volt egy nagyszerű ilyen vágó, 3 K-t mondtam, abból 2-t kivágott, és akkor csak egy maradt. Mi van a Karinti gyűrűvel? Azt kérdeztem. Ja, na, megkaptam, és én vagyok az országban az egyetlen, akinek 2 Karinti gyűrűje van, na apám is kapott egyet, úgyhogy otthon 2 ilyen tokban 2 Karinti. Tehát egy örökség és egy saját jogú. Igen, igen. Na és akkor ott a kabaréban, főleg a Kern Andrásnak írtam számokat, volt egy Anyuka című sorozatom. Az nagyon jó volt. Legalább 30-40-et írtam, mert ilyen magánszám. Illetve volt a Gézai Gizus sorozat, nagyon büszke voltam.
két Kossuth díjas, a Kállai Ferenc, meg a Tábori Nóra. Arra emlékszem. Igen. Úgyhogy nagyon büszke voltam, hogy két Kossuth. Mind a kettőre lehet emlékezni. Én egyébként a Kernnek nem is tudtam, hogy írt bárki is számot, mindig azt hittem, hogy de ő volt, írt magának. Volt a Taxi, meg a Belváros. Az a Verebes. Csináltad a Taxit? Egy, nem a Verebes. Nem. Egy... Melyik a... Egy... Nem tudom, egy ismeretlen ember írta az egyiket, legalábbis a Belváros. De valamelyiket a Verebes... A kettő között? Kivehető... Kivehető az a Verebes. Halló Taxi. Igen? Az a Taxi. Azt igen. Hiszem. Uh-huh. Lehet. Nem, a Halló Belváros. Az Halló Belváros volt, meg volt egy Taxi. Ez a két világszám volt, úgy az volt. Egyiket biztos, hogy a Verebes írta, szerintem. Lehet. Hát most dolgozik. Ja, nem a hócipőről van, szóval nem beszélek róla. De egyébként pedig az, hogy jeleneteket írsz, az, tehát hogy kis színdarabocskákat írsz, vidám színdarabocskákat, az egy különleges képesség, nem? Mert hogy a stand-upok világában magukra írják a fiatalok a problémám nekem dolgokat, is, meg bármát Tunkobarnabásnak is, hogy stand-uposokkal, van egy pár, akit nagyon szeretek, de el van állasztva. Rádió Kabaré egymás után egy olyan keretű csak stand-uposok. És én jeleneteket írok színészeknek, a Hernádi Jucinak, a Gálvölgyinek. Na de ez nagyon feldob egy Rádió Kabarét, nem? De én évente 3-4-szer kerülök most már bele, most Fábri a főnököm, mert a Fábri is annyi a mostani Rádió Kabarénak. Úgyhogy csak ilyen politikamentes dolgokat lehet írni, a Mikulásról, meg a Nyusziról, meg ilyesmiről. Hát ez nagyon jó Kabaré. Letelt az időnk sajnos. Pont amikor a legjobbakat tudtam volna meg, hogy mit lehet most a Rádió Kabaréba írni. Akkor kezdjük előről. Egy másfél órás műsor csináljunk, vagy két órás. Nagyon sokáig tudnánk még mesélni. Nagyon sok sikert kívánunk, és legyen sok Ludas Mátyás még. Reméljük mi is. Köszönjük, hogy eljöttetek. Szívesen. Mi köszönjük. Jövő héten is lesz Liba Zsír. Zimányi Zsófia. Zimányi Zsófia, igen, ő lesz a következő, úgyhogy akik a Rózsavölgyi Szalont lelkesen látogatják, az jövő héten is kapcsolják be a Liba Zsírt. Végszót meg hát mindenki például ott láttam, az nagyon jó. Köszönjük. Meg a Koltai Dobit láttam itt utána. Köszönjük szépen. Köszönjük, viszontlátásra. Viszontlátásra.